Sziasztok, én Horváth András vagyok. Az ott a 2015-ös OLED tévém egy LG B6-os, ami akkoriban az egyik legjobb televíziónak számított, meg még most is abszolút tökéletes, mégis le fogom cserélni egy G10-es LG OLED tévére, erre itt, amit éppen most csomagoltam ki, mert hogy kaptam egyet az LG-től, az enyémet meg el fogom ajándékozni, nem sokára elmondom, hogy kinek, csak hogy még föl kell tenni addig a falra egy konzollal, mert hogy ehhez a tévéhez nem adnak talpat, mert úgy találta ki az LG, hogy hát ezt mindenképpen érdemes fölszerelni a falra, mert hogy ilyen vékony az egész tévé, és nem csak, hogy baromi jól néz ki, de baromi jó képe is van, és mindjárt megmutatom nektek, csak tényleg föl kell szerelni a falra, mert anélkül itt így nem tudom megmutatni. Tadám! Azért vagyok ilyen lelkes, mert hogy én az Apple Business előtt házimozival foglalkoztam, és abban az időben, hogyha szerettünk volna igazi házimozi élményt, vagy szerettünk volna nagyobb képernyőt, mint amit akkoriban lehetett vásárolni a képcsöves tévék korában, illetve voltak ilyen nagy dobozok, ilyen mindenféle megvilágítása, borzasztó képük volt, akkor kellett vennünk legalább egy DLP-s kivetítőt millió forintokért, plusz egy vásznat 300 000 forintért, teljesen vaksötétet kellett csinálni a szobában, és akkor ezer az egyes kontraszt arányjal olyan nagyon mozis volt az egész, de inkább csak nagy volt a kép, meg sem közelítette azt a képminőséget, amit az OLED tévék tudnak. 2016-ig kellett várjak, hogy megvásárolsam az első OLED tévémet, ami az LG B6-os volt, amit az intro előtt erre a gyönyörűségre cseréltünk le, ami egyébként látjátok, hogy most képek mennek mögöttem, és egészen élethű az egész, igazán csajozós egyébként. Nagyon fontos megemlíteni, hogyha valaki ilyen tévébe gondolkozik, ne akarja egyedül fölrakni, kettő ember kell hozzá, ide föl kell tenni egy konzolt, az így mágnesesen bepattan, a kábeleket érdemes elvezetni, és érdemes már előre felkészülni arra, hogy a falba menjenek a kábelek, mint ahogy én erre felkészültem lélekbe, és ugye hátulról megbontottam a gipszkartont, és behúzgáltam a kábeleket, de nagyon megérte, mert így néz ki az egész. Az a kérdés, hogy mennyivel tud többet ez az OLED TV, mint az 5 évvel ezelőtti OLED TV. Ez a tévé a G10 névre hallgat, senkit ne tévessze meg az X, G10-nek kell mondani. A G betű egyébként a galériának a megjelölése, amit az előbb láthatok, a virtuális képgalériát jelölik ezzel, de ennek a tévének nem a képgaléria lényege, hanem ez, amit itt láttok mögöttem, és sajnos nem is látjátok, amit én látok, hiszen a kameránk nem képes visszaadni azt, amire ez a tévé képes, de sokkal komolyabb kamera kellene ez, és ez a tévé tud 10 bitet, tud 120 Hz-et, mindenféle HDR tud, ez egyébként most a YouTube-ról jön 4K-ba is egy HLG HDR, és valami elképesztően jól néz ki, és azért néz ki ilyen jól, mert hogy ez az OLED panel erre képes, tökéletes feketéje van, így hogyha valaki nem tudja, akkor az LCD és az OLED között az a különbség, hogy az LCD-nél a panelt megvilágítják hátulról, míg az OLED-nél, ez ugye 4K-s TV, mind a 8 millió pixelt egyenként tudják kapcsolgatni, mind a színeket, mind a megvilágítását, tehát itt ezek a pixelek ki vannak kapcsolva, ezek a pixelek meg éppen valamilyen színnel be vannak kapcsolva, nincsen semmilyen átvilágítás, nagyon minimális van, a B6-osnál sokkal több volt, de az a lényeg, hogy a világos rész ez nem világítja meg, nem tudom, hogy oldották meg, de hogy a panel többi részét nem világítja meg, egészen hihetetlen a képminőség. Ami elsőre feltűnt a B6-os után, hogy ezt a tévét egyáltalán nem kellett kalibráljam. Annól, amikor a B6-ot megvettem, nem voltam teljesen elégedett a bőrszínekkel, és ott egy ilyen 2 órát eltöltöttünk csak Balage barátommal a kalibrálással. Ezt a tévét bekapcsoltam, beállítottam, hogy milyen legyen a fényereje, és úgy, ahogy van, tökéletes volt. Úristen, ezt hogy néz ki? Betekintési szög, innen ugyanazt látom, mint innen. Szóval elképesztő minőségű a panel, tényleg mind a színek, a fényerő, a fekete, a végtelen kontraszt arány nagyon durva. Amire kíváncsi voltam, az a dobozon nagyban virító A9-es harmadik generációs processzor, ami azt ígéri magára, hogy a képet felskálázza mondjuk a 1080-as tévéadásoknál. És én úgy gondoltam, hogy ez biztos, hogy paraszt vakítás, és persze majd megélesíti, meg rátesz egy csomó sárpen, de az a helyzet, hogy én sok NatGeo-t nézek, Spektrumot, Forma 1-et, erre használom a tévét, amikor éppen nem Netflixet, vagy HBO Go-t, vagy YouTube-ot nézek rajta, és
amikor ezt a tévét elkezdtem használni, mi van, jobb minőségű lett a Nat Geo. Tehát ez tényleg nem volt egy nagy szám, és ez a tévé valahogy megoldja, én nem tudom, lehet, hogy ez a gépi tanulás tényleg működik, meg a mesterség és intelligencia egyszerűen jobb minőségű. Nem azt mondom, hogy olyan, mintha tényleg direktben 4K-ba jönne, azért ott még nem tartunk, de ugye 1080-nál, amilyen eddig volt, sokkal jobb, nincsenek színátmenet problémák, nincsenek a szürke, illetve a kék égen, amikor ilyen sávosodást látok, sok-sok tévén, ez így nincsen. Ezt így szinte teljesen kiküszöböli, és ilyen nagyon kellemes és nagyon jó kép van, és például a szövegek, az arcok nincsenek túlélesítve, egyszerűen csak így egy ilyen jobb minőségű képet látunk, mint hogyha jobb adást kapnánk. Elképesztő, tényleg működik. Nem tudom, hogy ilyen varázslat az egész, leszkenni az arcot, meg megtanulja, hogy mi van a képen, és ennek megfelelően így valahogy megoldja ez az A9-es harmadik generációs processzor, hogy jobb képünk legyen, mint volt. Szóval a tévedás az oké, igen. Igen, gyerek, már beszélek a filmekről, épp arról akartam beszélni, tudom, a Star Wars érdekel téged, hogy milyen rajta a Star Wars, meg a Spielberg filmek, meg egyebek. Nos, egészen hihetetlenek, amikor először letöltöttem az Apple TV-t, nem volt, de most ezzel a tévével végre le tudtam tölteni az Apple TV appot, és elindítottam a Tiny World-ot, mert éppen azt ajánlotta föl. Az így elindult Dolby Vision-ben, Dolby Atmos hanggal, ez ugye egy Dolby Atmos soundbar, ami nekem már megvolt, és így felveri a hangot valahova, és így visszajön a hang, és olyan, mintha teljesen surround hangzásunk lenne, és hogy az egész képminőség, a hangminőség az olyan volt, hogy Marcival ültünk, és így azta. Aztán amikor egyedül maradtam és este elkezdtem nézegetni a tévét, akkor utána néztem, hogy van egy filmmaker módunk, megmutatom a YouTube csatornámon mondjuk a hétvégi videó, amit készítettünk. Ez a filmmaker mód, ez arra jó, hogy olyan színeket, olyan világos, olyan sötét részeket, a mozgásokat is, az élesítést, mindent úgy látunk, ahogy azt a rendező megálmodta, és ez az első tévé, amin én olyan színekben látom az általam készített anyagot, ahogy a vágóprogramban azt megszoktam. És ezt a filmmaker módot egyetlen kattintással bekapcsolhatjuk, és itt szeretném megjegyezni, hogy léci, sose használjátok ezt a vivid módot. Látjátok, milyen ocsmány? Tehát ez arra van kitalálva, hogyha bementek egy áruházba, akkor ott aztán az összes többi tévé közül így kiveri a szemünket, de hogy ezt otthon ne használjátok, könyörögve kérlek, használjátok inkább a filmmaker módot. Én is most már ebben nézem a filmeket, egész egyszerűen azért, mert ez pontosan olyan mozis hatást kelt, mint ahogy a Spielberg, Nolan, az összes többi Scorsese, az nagy rendezők megálmodták, Horváth András, Marci, és tényleg tökéletes. Nem tudok más mondani, egyszerűen tökéletes. Hogyha valaki ilyen tévét vásárol, és bekapcsolja ezt az üzemmódot, akkor nem kell megijedni, ez arra van kitalálva, hogy tök sötétben nézzük, és nagyon mozis legyen, hogyha túl sötétnek érezzük, akkor lehet nyugodtan az OLED-nek a fényereit szabályozni. Én nagyon javaslom ezt a módot, vagy akár beállíthatunk magunknak. Például nekem van egy ilyen, hogy Cinema User, egyébként nagyon hasonló a kettő, tehát amikor beállítottam magamnak, hogy oké, szerintem ez így jó, az nagyon közel volt a filmmaker módhoz. Úgyhogy ezeket érdemes használni. Régen tényleg kalibrálni kellett a tévéket, most már nem kell, ez olyan, mint a mozi, sőt, szerintem sokkal jobb, mint bármelyik mozi, ahova elmehetünk. Benne vagyok a tévébe. Hát ez nagyon menő, viszont amiről most beszélni szeretnék, az a menü és a szoftveres rendszer a tévének. Én ezért választottam annó többek között az LG-t, egész egyszerűen azért, mert a WebOS, kinek, hogyha jobban tetszik, akkor lehet WebOS is. A WebOS nagyon hasonlít a Mac-es érzetre, a Mac-es megszokásokra, mert hogy ugyanolyan dockot találhatunk rajta, illetve a Magic Remote, imádom, tényleg. Nem infrás, tehát bárhogy tarthatjuk, bármi irányba, és tudunk vele irányítani ezt a kis kurzort, és nagyon kényelmesen bepötyöködhetünk vele bármilyen keresőbe betűket, ugye nem egyesével kell végigmenni a betűkön, hanem egyszer rámutatunk, és ott simán benyomjuk a jelszavunkat, vagy bármilyen keresőben kereshetünk vele, úgyhogy a távirányítás az elég jó. A másik, amit említettem az előbb, ez a dock. Tehát ez a dock, ez eddig is nagyon jó volt, de ez kb. Így nézett ki a régi tévén. Most viszont az új tévén, hogyha idehozom a tévé ikonjára, akkor feljön egy felső menü, ahol tovább navigálhatok. Tehát régen ez nem volt. Ez nekem nagyon tetszik, mert hogy tulajdonképpen most már két lépcsőben is tudunk navigálni, és itt a tévére rábökve például van egy újabb menü,
dokkunk, egy doksorunk, ahol az előző csatornákat visszanézhetem, vagy például, hogyha a YouTube ikonjára viszem a kurzort, akkor feldob videókat, hogyha a saját YouTube csatornára viszem, ott is feldobja a legutóbbi videóimat, vagy például, hogyha a Netflix ikonjára viszem, ott is tud ajánlani például filmeket vagy sorozatokat, amiket még nem láttam, de például az Apple TV meg az HBO Go ezt nem tudja, tehát ott az alkalmazást nem fejlesztették le, azt hiszem a Prime is tudja. Igen, a Prime is tud ajánlani nekünk plusz videókat, illetve filmeket. Szóval az egész dok van böngészünk, nyilván tudunk netezni, ott is ott van a historiánk. Az LG Store-t azt nem mutatom meg, onnan lehet tölteni az alkalmazásokat. Szóval ami még érdekes, az a dashboard, ugyanis ez sem volt eddig, és ez egy egész ügyes kis megoldás lett. Például itt tudom látni, hogyha lenne okos mosógépem, hogy 20 perc van még hátra a mosásból, itt látom a bemeneteket, itt pedig azt, ami éppen legutoljára ki volt választva, és ami a legfontosabb, az az, hogy lett végre HomeKit támogatás, és ami fontosabb, az az, hogy lett AirPlay, tehát például a telefonomon kiválasztom a fotókat, és azt mondom, hogy screen mirroring, akkor egyetlen egy gombnyomással rá tudom küldeni a tévére azt a képet, ami a telefonomon is van. Nem kell megvásároljunk egy Apple TV-t, amivel ezt meg tudjuk csinálni, és hogyha a haverok átjönnek, és szeretnénk a telefonunkról valamit megmutatni, hogy nézd, ezt fotóztam, vagy ezt a videót csináltam, akkor ezt pár gombnyomással ki tudjuk küldeni a tévére, és nem kell még egy dobozt megvenni, nem kell még egy távirányítót használni. Úgyhogy nagyon örülök az AirPlay-nek, illetve hát HomeKit-ünk is van most, például ki tudnám kapcsolni a telefonomról a tévét, de a tévé az kompatibilis a HomeKit eszközökkel és Philips Hue-kkal, mindent rá tudunk programozni. És amiről még muszáj beszélnünk, az a hangvezérlés, mert hogy azt is tud a tévé, akár Alexán keresztül, akár a sajátján keresztül, ez nekem annyira nem jött be, vagy az angolom miatt, vagy csak azért, mert eleve nem szeretem ezeket a hangvezérlős, beszélős asszisztenseket, hogy HLG, és akkor vagy megérti, vagy nem. Szóval nem szeretem annyira ezeket használni, se autókban, se a telefonomon, nagyon-nagyon ritkán használom őket. Erre lehet használni, hogy what's the weather for today, és akkor így megmondja. Én azt gondolom, hogy ez azoknak lehet fontos, akik perfektül beszélnek angolul, és tényleg érdeklik ezek a funkciók. Én pont nem ez az ember vagyok, aki beszélgetni akar tévéjével. Én tökéletes képminőséget akarok, meg jó szoftvert, és az viszont megvan ebben. És mostanra talán már páran billentyűzetet ragadnának, és beírnák, hogy de minek a tévé, hiszen már nem is vesznek tévét, meg nem is néznek tévét. Nos, én igen, meg szerintem sokan jobban járnak, hogyha nem mobiltelefonon néznek a filmeket, hiszen a filmalkotók, a rendezők, a forgatókönyvírók nagy vászorra képzelik el mindig a filmeket. Én sem mobiltelefonra gyártam a videóimat, hanem abban bízom, hogy valami normális képernyőn nézik meg az emberek, és hogy nem egér mozira csináljuk a filmeket, meg a nagy rendezők sem, meg a Star Wars-ok sem arra készültek, meg a sorozatok sem arra készülnek. Egyszerűen más élmény a nappaliban a tévét nézni, főleg úgy, hogy ezek az OLED televíziók most már jobb képminőségre képesek, mint bármelyik IMAX lézeres, nem tudom milyen mozi. Tényleg. És hogyha van egy normális soundbarunk, meg egy ilyen tévénk, akkor nem kell moziba járni. Bocs a moziktól, és hogy nem fognak most popcornt venni náluk. De én azt gondolom, hogy itt a kontraszt arány sokkal jobb, a képminőség sokkal jobb, bármikor meg tudjuk állítani, viszont megvan a mozi élményünk, ami egy mobiltelefonon nincsen meg. Mindegy, hogy egy bármekkora mobiltelefon vagy egy tablet, egyszerűen nem ugyanaz az élmény. Engem csak a filmek meg a sorozatok kapcsolnak ki egy hosszú nap után, egy forgatás után, vagy amikor elolvastam 300 kommentet, majd biztos lesz most itt sok. Még valamit elfelejtettem, ígértem, hogy a régi tévémet azt ajándékozom, és ez tényleg így lesz, de nem nektek ajándékozom, kedves nézők, hanem Csobánkán van egy tanoda, a Csobánkai tanoda, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak segítenek oktatásban, meg sok mindenben, az életre felkészülésben, és én a tanodának szeretném ajándékozni a tévémet, így, hogy most én kaptam az LG-től egy tévét, én azt gondolom, hogy ez így most így korrekt, hogy az én tévém pedig oda kerül a tanodába, remélem, hogy örülni fognak neki a srácok. Hogyha tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a like gombot, ha szeretnétek még hasonló kütyüs videókat, szerintem lesznek még, és a következő epizódig sziasztok! Ciao. És most megnézek valami filmet. Baby Yoda-val. Mi legyen az? Igen, Bendő, te is segíthetsz majd. Csuppancs. És ugye még nem tudjuk becsuppantni, mert ott a kábel. Ja. No!